Sziasztok! Szombat reggel, nagyon korán, 7 óra van, és természetesen én már elkészülve, ugyanis szokás szerint megyek suliba. Hétvégén egyébként ezért sem szoktak igazán lenni vlogok, mert hogy azon kívül, hogy iskolában vagyok, sok mindent nem tudok megmutatni. Viszont úgy gondoltam, hogy pont ezért most azt fogom megmutatni. Az a jó, hogy mivel már nagyjából olyan 17 hétvége óta minden hétvégémet töltöm így az IB-nél, ezért legalább most már úgy kellek fel, hogy tudom, hogy megéri elmenni, mert rengeteget tanultam, és rengeteget is fogok még az alatt a néhány hétvég alatt, még hátra van így a személyedzés részében. Ugye már volt egy 10 vagy 12 hetes fitness instruktori, amit még ősszel, meg tél elején csináltam, és most pedig márciustól kezdve május végéig csinálom a személyedzőit. Úgyhogy hát volt tananyagból, meg hétvégéből bőven, és még lesz is. Ma például azt hiszem, hogy power cardio lesz a témánk, úgyhogy majd gyakorlati helyszínen leszünk egy edzőteremben, és alapvetően a kardiót mondjuk nem várnám, viszont egy olyan oktatóval leszünk, aki már egyszer volt, és így abszolút felnézek a tudására, és nagyon-nagyon sokat tanultam tőle már a legelső alkalommal is, úgyhogy a mai alkalomtól is elég sokat várok, és biztos, hogy nagyon-nagyon szuper lesz. Azt lesz számítva, hogy tudja, hogy iszonyatosan el fogunk fáradni, mert ilyenkor aztán tényleg végigcsinálom minden ilyen állóképességi tesztet, amit egyébként majd a vendégeinken is fogunk, és a saját bőrünkön tapasztaljuk meg. A múltkor is úgy jöttem onnan haza a kardiós hétvége után, hogy egy napig kellett konkrétan aludnom utána, de nem baj, jó volt. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy gyorsan megmutatom, hogy miket viszek magammal enni meg inni, és aztán megyünk is, mert el fogok késni. Na hát ugye a reggeli kimarad, először ebédelni fogok, és ha estére kaptam most is a pizzaservisztől a vegán menüt. Ez most sült tofu és ilyen kis édesburgonya hasábok, és emellé meg én csináltam magamnak egy jó nagy adag párolt zöldséget, mert zöldségből persze sosem elég. Illetve viszek magammal egy ilyen magyaróvajas carb crushert, és ez csak így vész esetére, ez egy ilyen cukormentes zapkex, hogyha esetleg sokáig tartaná, vagy nem tudom, valamiért extrán éhes lennék. Hát egy fekete kávé, mert enélkül sem is nem tudom elkezdeni a reggelt, bármennyire is szeretném, és egy másfeles víz, de ebből még úgyis nem kell majd egyet, mert ennyi szerintem nem lesz elég egy napra. De nagyjából így néz ki a kis pakkom mára. Na hát légy, nézzétek el, hogy ilyen totál otthonka fejem van, és még vizes a hajam is, de hát, ahogy sejtettem, iszonyatos módon elfáradtam, és amikor hazaértem, az első dolgom volt beállni a zuhany alá, lefürödni, hajat mosni, és megszabadulni a csuromvizesre izzadt ruháimtól, mert hát elég brutál nap volt, de amúgy abszolút a pozitív értelemben, szóval elfáradtam nagyon, de közben tök sokat tanultam is. Ugye reggel említettem, hogy a power cardio volt a mai témánk, ami hát igazából azt jelenti, hogy a különböző kardióeszközökön végzett kardiomozgást vegyítjük az erősítő jellegű edzéssel, és hát rögtön, ahogy reggelkeztünk reggel 8-kor, így bedobtak minket a mély vízbe, mert rögtön álltunk a futópadra, két csoportba lettünk osztva, illetve ez mindig itt szokott igazából az ilyen ivis napokon lenni, hogy a párban vagyunk, és akkor az egyik a személyedző, a másik pedig az edzett, illetve a vendég. És most én voltam először a személyedző, és csak utána vendég, úgyhogy én már úgy mentem neki a feladatnak, hogy tudtam, hogy mi fog következni, viszont az első kör nyilván nem. És azt hittük, hogy csak felmenjünk a futópadra, egy kis melegítés, vagy ilyesmi, na hát nem ez történt. Konkrétan ott voltunk rajta ilyen 50-55 percet egy ember, és lenyomtunk egy ilyen komplett power cardio edzést. Az oktatónak pedig le a kalappan, mert ugye konkrétan végigtolta mind a kettőt, és közben nyilván ő még instruált is, tehát így wow. Úgy nézett ki az egész, hogy futópadon voltunk, futni nem futottunk, viszont minden mást igen. Különböző emelkedőkre mentünk, volt, hogy felmentünk egészen a 14-esig, aztán le, és így percenként, fél percenként váltogattuk a sebességet is, az emelkedőt is, és közben volt a kezünkben kézisúly, egykezes és kétkezes gyakorlatok, volt a kezünkben gumikötél, volt a gumikötéllel ilyen páros gyakorlat, ezekről csináltam is néhányról a felvételt. Hát elég brutál volt, amikor hátulra húznak engem lefelé gumikötéllel, de nekem előre fel kell menni még az emelkedőn, és közben még kézisúlyabb mindenféle gyakorlatokat végezzek, úgyhogy hát a tüdőmet már kiköptem így a végére, és ahogy mondtam, csuromvizesre izzadtam a ruhámat. De legalább felébredtünk elég korán.
és utána igazából az egész nap így nézett ki, hogy ennek különböző kombinációit csináltuk, párokban voltunk továbbra is, és ki kell dolgozni edzésterveket, illetve kitalálni a különböző kardiógépeken milyen erősítő mozgást tudunk még hozzáadni az alapkardió mozgáshoz. És hát ugye bennem is az a tévhitér így a régi versenyzős időkben, hogy hát a kardió az így unalmas, meg halálos, meg jaj, és itt azért abszolút lájöttünk arra, hogy az 50 perc az úgy telt, hogy észre sem vettük, mert annyi minden történt közben, hogy eszünkbe nem jutott unatkozni, vagy az időt nézni, örültünk, hogyha a következő gyakorlaton éppen át tudunk jutni, úgymond. Úgyhogy azt megtanultuk, hogy nagyon színes és változatos is lehet a kardioedzés. Másrészt ez egy tök jó időspórolás, mert hogy mostanában, amikor úgy adrist szoktam edzeni, akkor mindig rájövök arra, hogy az a 60 perc az valami iszonyú kevés, tehát így alig fér valami bele egy edzésbe. És ez egy tök jó módja annak, hogy egyszerre le tudjuk úgymond a állóképességi edzést is, illetve az erősítést is. Úgyhogy biztos, hogy fogom a jövőben alkalmazni, ha lesznek edzetjeim, meg magamon is. És ami nekem nagyon szimpatikus mindig így az ívis napokkal kapcsolatban, hogy itt végre ez nem egy olyan képzés, ahol ez a fontos, hogy minél nagyobb izmok, és akkor hogy néz ki, és akkor minden csak azért csinálj, hogy jó legyen a bicepszed, meg jó legyen nem tudom micsodát, hanem abszolút mindent ilyen funkcionális tekintetben tanulunk, és mind nagyon fontos az, hogy az izületek védelme, és tényleg minél inkább preventív legyen, meg sokat beszélünk arról, hogy nyújtjuk le az adott izmokat, hogy melegítsünk be, hogy készítsük fel, hogyha valamilyen sérülés vagy aszimetria van, akkor arra hogy foglalkozzunk, hogy találjunk ki rá gyakorlatokat, tehát nekem ilyen szempontból mondjuk nagyon-nagyon sokat ad, ezért tök hálás vagyok. És ráadásul holnapi nap egy ilyen stretchinges, gerinc tréninges nap lesz, úgyhogy ezt meg különösen várom, mert abból sosem elég. Viszont ma még nekem össze kell pakolnom, mert kitaláltam, hogy holnap, mivel anyák napja lesz, ezért hazamegyek meglepőből Debrecenbe, és anya szerintem nem számít rám, mivel nem nagyon szoktam már ilyenkor, amikor vasárnap este 5-ig súlyban vagyok hazamenni, de pont azért most meg akarom letni, és haza akarok menni, úgyhogy összepakolom a bőröndet, és holnap már azzal fogok súlyba menni valószínűleg, és bepakolok még néhány kis ajándékot, amit viszek neki, meg a nagymamáimnak, meg még Andris anyukájához is beszeretnék majd nézni, hogy így megajándékozzuk. Úgyhogy ez lesz, illetve majd még mindjárt megmutatom, hogy mit fogok enni, és aztán pedig holnap találkozunk. Szóval, amit most enni fogok, az nem más, mint ez itt. Ezeket a kifliket most sütöttem, amikor hazaértem, igazából nagyon gyorsan kész lett. Nézzétek, mennyire szép lett belülről is, és kívül is teljesen olyanok, mint a kis hot dog kiflik, csak ilyen szénre csökkentett pésütű lisztkeverékből van. Ezeket a kis vegán ilyen, hát hot dog virsliket pedig tegnap találtam, és nagyon megörültem neki, mert nem is szójában van, vagy ilyesmi, hanem van benne vörös lencse, fodroskel, hagyma, kinoa, gomba, kurkuma, gyömbér, meg ilyen csupa-csupa növényi tök jó összetevő, úgyhogy ezeket megsütöm és bele fogom ebbe tenni. Tenni fogok rá egy kis mustárt, egy kis szafis ketchupot, aminek azért örültem, mert eritrittel és stíviával van édesítve, illetve egy kis ilyen pirított hagymát, mert úgy az igazi, ugye a hot dog, úgyhogy ez lesz, és természetesen egy kis párolt zöldség, mert zöldség nélkül nincs étkezés, ezt jól jegyezzétek meg. És voilà, elkészültek, annyira nem látszik, de már ott benne van a kis zöldséges rúd. Elkészültek a párolt zöldségek is, aminek a másik felét elviszem majd holnap suliba. És Andris láss csodát, paradicsomos tésztát teszik, ahogy minden áldott este. Csak most én készítettem, úgyhogy lehet nem annyira finom, mint amikor ő csinálja, de beletettem szívem, lelkem. Nagy sikeresen megérkeztem Debrecenbe, rendkívül most furcsán érzem magamat, Debrecenben sosem tudtam vlogolni, és úgy érzem, hogy mindenki néz, de ne törődjünk vele. Hát a mai napom az eléggé kaotikus volt, úgyhogy inkább arról is beszélünk, a lényeg, hogy itt vagyok. Beszereztem már anyának egy nagyon szép rózsát, és most várom a buszt, már ma annyiszor láttam bőröndel együtt a szakadó, és úgy voltam vele, hogy mindegy, úgyhogy most megyek a busszal haza, és meglepem anyát. Remélem, hogy otthon vannak, és meglepődik.
Hát azt gondolom, hogy a meglepetés az elég jól sikerült, legalábbis annyi nem nagyon számított rám, arra meg szerintem pláne nem, hogy ahelyett, hogy szólnék nekik, hogy jöjjenek el az állomásra, inkább hazabuszozok a szakadó esőben, úgyhogy meglepődött, mondtam verset, hoztam virágot, meg egy kis ajándékot, úgyhogy hát úgy láttam, hogy örült. És ma még el fogok menni az egyik nagymamámhoz, holnap a másikhoz, illetve Annis anyukájához is, úgyhogy így próbáltam kimagaszolni az anyák napját, annak ellenére, hogy már nem élek itthon. Most délelőtt egyrészt elkezdtem vágni ezt a videót, másrészt most fejezzük be az új kollekciónak az utolsó simításait, úgyhogy ez tök izgi, és most pedig el fogok menni fodrászhoz. Valószínűleg azt már így videón keresztül is látjátok, hogy a hajvégem az így eléggé káó mostanság, és már a szőke is nagyon-nagyon le van nőve. Sajnos elég régen volt az utolsó festetés, de az az igazság, hogy Debrecenben szeretek eljárni a fodrászhoz, mert itt tudok megbízhatóan jó fodrászt, és ide pedig sajnos szinte sosem jövök úgy, hogy már hetek lehetőre tudnám, hogy mikor leszek itt és be tudjak jelentkezni, de most így volt, hál' Istennek, úgyhogy be is jelentkeztem. És bármennyire is imádtam a szőkét, most hát vissza fogok barnulni, mert egyszerűen nem nő a hajam annyira, mennyire én szeretném, mármint nyilván nő, csak közben letöredezik, mert hiába a lehető legkímélőbb módon szőkítettük ki ezzel az olaplexes eljárással, meg mindig teszek le a hajpakolást, most már nem vasolom naponta, csak mondjuk 2-3 naponta, ami az én esetemben már nagyon jó, de így is sajnos nyilván töredezik, mert így, hogy szőke, így még inkább sérülékeny, és mivel most már muszáj vele valamit csinálni, nem szeretném még egyszer kiszőkítetni, hogy még tovább roncsoljam, hanem most picit így megalkuszok, és visszamegyek a saját hajszínemre, amit alapvetően nem szeretek. Tehát nem tudom, ez a barnának az árnyalata, ami nekem olyan semmilyen, de azt sem szeretném, hogy másmilyen barna legyek, és akkor azt havonta festetni kelljen, mert nem tudok hazajönni. És Pesten pedig, ahogy mondtam, nincs olyan fodrász, akihez tudom, hogy szívesen mennék, és nem is olyan ököráron dolgozik, meg ilyesmi. Szóval a lényeg az, hogy újra barna leszek, majd megmutatom a végeredményt, remélem, hogy szeretni fogom, és igazából nem lesz túl nagy különbség, csak a mostanihoz képest, hogy nem lesz szőke, meg nyilván a végéből vágni fogunk valamennyit, amennyit muszáj. Úgyhogy irány a fodrász! Come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. Nos, így állunk. Újra barna lettem, méghozzá jó sötét. A tetejem úgy maradt az enyém, az igazi. Mert hogy az eredeti hajszínem, és az alját hozzá festettük. Nyilván egy picit látszik rajta, hiszen szőkét kellett befogni, hogy másabb. Vagy megmondom őszintén, nagyon örülnék, hogyha ilyen lenne az eredeti hajszínem is. De a lényeg ugye az volt, hogy ne kelljen nagyon sűrűn festetni a tövét, de még vissza fogok jönni egyszer biztosan, hogy még egyszer ráfessünk, mert azt mondta, hogy le fogja dobni a szőke nyilván magáról azt a barnát, és a második festésnél már jobban rajta marad majd, úgyhogy még egyszer jönni fogok nem soká. De a lényeg az, hogy picit vágtunk is belőle, mert hát nyilván muszáj volt, viszont most sokkal egészségesebb és szebb lett cserébe, úgyhogy most picit el fog tartani egy ideig, amíg megszokom, hogy új hajam van megint, de nem baj, ez most kellett, úgyhogy most egy jó ideig, mondjuk legalább egy évig hajlandó vagyok lemondani arra, hogy újra szürke hajam legyen, és nagyon-nagyon bízok abban, hogy addig nőni fog annyit, hogy most már így elégedettebb legyek vele, mert most már nagyon utálom, hogy rövid a hajam, úgyhogy de mindegy, de legalább most szép, egészséges, ilyen nagyon puha, sejmes, imádom, amikor fodrásztajok is olyan hajam, mert otthon ezt sose tudok magamnak csinálni, amennyire király. Na mindegy, úgyhogy most megyek, és következő körös anyák napjázok egyet. Egyébként Annis anyukájának csináltam egy olyan sminkgranulát, amit a múltkori videómban is mutattam, csak neki ilyen mézes kalács fűszerkeverékkel, mert egyszer megcsináltam egy karácsony, és így imádtam, és múltkor náluk váltam, és megtaláltam az üres üveget, és úgy váltam bele, hogy hát akkor én most elhozom, és újra töltöm, úgyhogy most ezt fogom neki elvinni. Videóvágás közben eszembe jutott, hogy elköszönni elfelejtettem, úgyhogy ezt most megtenném. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, és mivel tervezek majd a későbbiekben egy ilyen kérdezfelek jellegű videót az IVIS személyedzői képzésre kapcsolatban, hogyha bármi bentek felmerülne, akkor azt hagyjátok itt kommentben, és mindenképpen meg fogom válaszolni. Legyen nagyon-nagyon szép napotok, és találkozzunk a következő videóban is. Sziasztok! Take my hand, we'll make it
somehow we